Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymalekvár konyhájában. A mai videóban egy tiramisu rolád elkészítését fogom megmutatni, ami nem tartalmaz sem cukrot, sem pedig semmilyen féle lisztet. Ezért gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatják. A hagyományos tiramisunak is mindig nagy sikere volt nálunk a családban, aminek a receptjét be fogom linkelni nektek a videó alá, és azt gondoltuk, annál finomabb már nem lehet, de ez tényleg annyira jól sikerült, én ritkán szoktam dicsérni agyon a saját desszertjeimet, de ez tényleg szenzációsan finom. Próbáljátok ki! Hozzávalók 4 nagyobb tojás, 40 g cukor és gluténmentes étcsokoládé, ezt a fajtát használtam, 15 g kakaópor, 20 g 4-szeres erősségű édesítő vagy ízlés szerint, fél csomag sütőpor, 5 g instant kávé, amit nagyjából másfél evőkanál forró vízzel fogunk elkeverni, és csipet só. Ha túl sűrű lesz a tészta, esetleg még 1-2 kanálnyi vizet adhatunk hozzá. Válasszuk szét a tojásokat, és olvasszuk fel mikróban az étcsokit. Adjunk egy tekerésnyi sót a tojásfehérjéhez, és kezdjük el habbá verni. Adjunk hozzá egy kevés 4-szeres erősségű édesítőt, a többit pedig a tojás sárgájához. Ha felvertük a tojásfehérjét, akkor kezdjük el világosodásig verni a tojás sárgáját. Majd, ha már kivilágosodott, adjuk hozzá az olvasztott csokoládét, és ezzel is alaposan keverjük el. Az instant kávét evőkanálnyi, másfél evőkanálnyi forró vízzel oldjuk fel, majd a kakaót és a sütőport szitáljuk át egy szűrőn. Adjuk a tojássárgás krémhez a kávét és a sütőporos kakaó keverékét. Alaposan keverjük el. Én még itt adtam hozzá egy evőkanálnyi vizet, mert túl sűrűnek találtam a masszát. Ezután kezdjük el apránként hozzáadagolni a tojásfehérjét, amivel először jó alaposan keverjük át, hogy lazítsunk a masszán, azután már csak forgassuk, hogy ne törjük össze a jól felvert tojásfehérje habunkat. Ezután egy sütőpapírral kivélelt tepsiben, amit így most én így méretre szabtam, mert nem akkora volt, amekkorára szükségem volt, egy kis alufólia segítségével, tehát 24x28 cm-es méretbe kenjük ki. Egyenletesen simítsuk el a tetejét, majd 180 fokra előmelegített sütőben 12-15 percig süssük. Végezzetek tűpróbát! Ha kisült a tésztánk, vegyük ki a tepsiből, húzzuk le róla a sütőpapírt, és egy konyharuha vagy másik sütőpapír segítségével még melegen tekerjük fel úgy, hogy a simábbik, szebbik oldala legyen kívül. Ha feltekertük, akkor hagyjuk rácson kihűlni. Piskótát meg fogjuk kenni kávéval, ehhez szükségünk lesz 4 teáskanálnyi instant kávéra és 3 centiliter forró vízre. A krémhez szükségünk lesz 250 g mascarpone-ra, 2 deciliter tejszínre, 1 zselatinfixre, 20 g vagy ízlés szerinti 4-szeres erősségű édesítőre, ki mennyire édesen szereti, még 5 g instant kávéra, amit 8 g forró tejben fogunk feloldani. Melegítsük fel a vizet és a tejet. Ezután a tejszínt tegyük be pár percre a fagyasztóba, felhasználás előtt, hogy könnyebben fel tudjuk venni kemény habbá. Forró vízzel keverjük el a kávét, és az édesítőből egy nagyon picit tegyünk, egy fél kávés kanálnyit hozzá. Az 5 g instant kávét oldjuk fel a forró tejben, és tegyük félre. A szobahőmérsékletű krémsajtot keverjük ki alaposan az édesítővel, majd adjuk hozzá a tejben feloldott kávékrémet. Ha valaki túl keserűnek találná a kávé miatt, tehet még hozzá, apránként adjátok hozzá az édesítőt, és közben kóstoljátok. A tejszínt a meghagyott egy kávéskanálnyi édesítővel kezdjük el habbá verni.
majd ha már kezd keményedni, adjuk hozzá a zselatinfixet, és verjük készre. Kezdjük el hozzáadagolni a kávés krémsajthoz, majd végül már csak óvatosan forgassuk, hogy ne törjük össze a tejszínhabot. Felhasználásig tegyük hűtőbe. Tekerjük ki a piskótánkat, és a forró vízben feloldott kávéval kenjük meg. Ezután kanalazzuk rá a krémnek jó felét. A másik részét majd a külsejére fogjuk kenni. Szórjuk meg egy pici kakaóporral, és kezdjük el feltekerni. Ezután tekerjük szorosan sütőpapírba, és egy 10-15 percet hagyjuk hűtőben pihenni. Ha kivettük a hűtőből, akkor a maradék krémet kenjük rá, tetszőleges formában díszíthetjük. Én egy tortakésnek az élével ilyen barázdákat húztam bele hosszant irányban. Majd szórjuk meg kakaóporral. Láthattátok, hogy semmi nehézség nincs ennek a receptnek az elkészítésében, tényleg nagyon egyszerű, nagyon mutatós és nagyon finom is. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért, nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessétek a Hagymalekvárt az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!